A magyar honvédségnél a kialakult helyzet ellenére sem szűnt meg a toborzás, így a megyeszékhelyeken található katonai toborzó irodák az eddig megszokottak szerint állnak a jelentkezők rendelkezésére. Folyamatosan működik a. Az ügyfélszolgáltunk, a személyes ügyfélszolgáltunk természetesen a higién és egészségügyi rendszabályok betartásával, tehát egy készfertőtlenítés és szájmaszk használatával lehetőség szerint lehet hozzánk jönni, jelentkezni személyesen is. Személyes jelentkezésre a már megszokott időben, hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól délután fél négyig, pénteken pedig fél kettőig van lehetőség tekintettel a jelenlegi helyzetre, a munkaviszony létesítésével kapcsolatos információk az irányasereg.hu, illetve a hatkiegészítés.hu honlapokon is elérhetők. Azok, akik már konkrét elképzeléssel rendelkeznek, online toborzó rendszeren keresztül is jelentkezhetnek a Magyar Honvédséghez. Három katonai szolgálati formára lehet jelentkezni, melyek a hivatásos, a szerződéses és a tartalékos, de katona iskolai végzettségtől függetlenül bárki lehet. A végzettség szintje a betölthető beosztást határozza majd meg. Jelentkezési követelménynek számít többek között a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lak vagy tartózkodási hely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság. A jelentkezéshez szükséges követelmények nem lettek könnyebbek, viszont tekintettel a a mostani állapotokra. A Magyar Honvédség igyekszik alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, és a tobozó rendszer segíti a jelentkezőket abban, hogy a szükséges okmányokat minél könnyebben beszerezzék, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy könnyebben kezeljék a jelentkezők ezt az alkalmassági vizsgálatot. A jelenlegi helyzetben azonban a jelentkezőknek számítaniuk kell arra, hogy a munkaidő nem biztos, hogy a megszokott napi 8 és fél óra lesz. Előfordulhat, hogy a katonák hetekre távol maradnak otthonuktól, családjaiktól.